A gyermekek egészséges táplálkozásáról már szóltunk, de a felnőttek számára is van egy fontos hír, hiszen azért lehetett hallani egy nagyon jelentős bejelentést. Kérem, oszta meg ezt is nézőinkkel. Csökken az élő sertés és a hasított fél sertés áfája. Ez azt jelenti, hogy a kormány döntése értelmében 5%-ra csökken a jelenleg 27%-os áfakulcs. A sertéstartók számára egy fontos és jó hír, hiszen fehéredik az ágazat, így az élő sertéseknél 5% lesz az áfa. A hasított félsertés esetében pedig visszaszorul a fekete piac, hiszen az 5%-os áfa segítség a magyar feldolgozóknak, és ez egy olyan áfa mérték, ami már indokolatlanná teszi az adócsalást. Így a magyar fogyasztók is jól járnak, hiszen növekedhet a sertés létszám, és ennek az árakra mérséklő hatása van. És megkezdtük az első lépést is abba az irányba, hogy minél több élelmiszer áfáját csökkentsük. Hogyan lehet ezt majd nyomon követni, hiszen be kell nekik tartani, vagy ez csak egy előírás lesz, mennyire kell lejjebb vinni a húsboltokban is az árat, tehát ezt hogyan lehet majd nyomon követni? A hústermékek áfája az nem változik, de az áfa csökkentések van egy mérséklő hatása, hiszen a hasított félsertés az olcsóbb lesz. Ez azt jelenti, hogy egy mostani 40 kilós hasított félsertés ára az durván 4400 forinttal lesz olcsóbb. Ez egy jelentős könnyebbség, hiszen mintegy 26000 forintról lemegy 21000 forintra. És aki ilyet vásárol, például otthon akar disznótort rendezni, vagy több családtag, vagy több család szét darabolja a disznót, annak a számára ez a mintegy 4000 forintos megtakarítás azért nem kevés. Ilyen sertésvágóidaktól, de egyes hentesektől is be lehet szerezni. Tehát itt azért van egy ármérséklő hatás, van egy kedvező hatás, de igazából az intézkedés célja az, hogy lássunk tisztán, mekkora a fekete gazdaság, és utána tudjuk meghozni azokat a lépéseket, amelyek már a feldolgozott termékeket érintik, amelyeket a fogyasztók vásárolnak. Reméljük akkor, hogy mi a saját pénztárcánkon is érezni fogjuk, és várunk még hasonló döntéseket, hiszen több élelmiszer áfa csökkentéséről is volt szó, gondolom, hogy a minisztérium azért dolgozik ezen is. A többi élelmiszeren is dolgozunk, a tapasztalatokat a sertés és a félsertés ár csökkenéséből is le tudjuk majd vonni. A munkát eredményesen elvégeztük ebben a tekintetben, most a következő lépésekre készülünk.